A fejlesztői, programozói munka egyik szépsége, hogy akár rugalmas munkaidővel vagy otthon is végezhető, ezért és a munkaerőpiaci hiány miatt is egyre többen érdeklődnek a programozó képzések iránt. Akadnak olyan cégek, amelyek maguknak képeznek szakembereket, de több vállalkozás tanfolyamokat indít, amelyeken a piaci igényeknek megfelelő naprakész tudást szerezhetnek viszonylag rövid idő alatt a résztvevők. Van olyan kurzus, amely 18 hét alatt biztosít piac képes szaktudást. Azt látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, rengetegen szeretnének pályát váltani, átképezni magukat informatikussá, programozóvá, mert hogy ezt nagyon érdekes maga a szakma, másrészt az anyagi juttatások is az átlag felettiek a többi szakmához viszonyítva. Ha budapesti viszonylatról beszélek, akkor itt nagyjából egy kezdő fizetés, egy teljesen kezdő junior programozónak a fizetés, ez nagyjából 250 nettótól indul. Ez a teljesen kezdő. Tehát így van, amikor már valaki tapasztalt, senior, akkor ezek a fizetések duplázódnak, triplázódnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az átlagtól is nagyobb a probléma. Sok szakember a fővárosba megy, vagy külföldön vállal munkát. Ma Magyarországon az Informatikai Vállalkozások Szövetsége szerint közel 40 ezer állás betöltetlen az informatikai programozói körben. Szabolcs-Szatmár-Berekben ugye nyilván a munkaerő tekintetben még inkább hátrányos, tehát az elvándorlás miatt mondhatom, hogy még inkább kevés a képzett szakember nálunk. A felnőttek átképzése mellett a helyzet javítása érdekében fontos a fiatalok képzése is. 6-tól 18 éves korig várjuk a programozni vágyó gyermekeket. Digitális írásoktatással kezdünk a legkisebbeknél, a későbbiek folyamán ez egészen már a nagyobbak 18 éves korig a robotikáig elindulhat. A legfontosabb számunkra az élmény alapú oktatás. Ezáltal nő a gyermekeknek a logikus gondolkodása, a probléma megoldó készsége. Az élményalapú oktatás igen fontos, ennél a csoportnál is arra törekedtek, hogy a gyerekek érdeklődésének megfelelően alapozzák meg a programozást. Ezen az órán egy lövöldözős játékot fogunk készíteni. Szerintem nem csak a fiúk csinálják ezt a programozást, a lányoknak is való, mert hát mi is tehetségesek vagyunk, és én szeretem ezt csinálni. Ugyan ezek a gyermekek körülbelül 10 év múlva lesznek programozók, de a szférában dolgozó szakemberek azt mondják, a jelenlegi mintegy 40 ezres munkaerőhiányt nem lehet kizárólag intenzív tanfolyamokkal megoldani.